A kocsi 4000 éve elengedhetetlen része az emberi létnek, ezért különleges érzelmi kötődés alakult ki az ember és járművek között. A gépkocsi a 20. században olyan racionális és irracionális tartalmak hordozója lett, mint a sebesség, haladás, erő, dinamizmus, reprezentáció, szociális fejlődés, jólét és felelősség. Hát ezeket a sorokat nem most írtam, illetve nem régen írtam, de hát hosszú út vezetett ahhoz, hogy én az autókról írkáljak, és ez az egész egy dunántúli kis faluba Kölesden kezdődött jó 70 évvel ezelőtt. Hát ez egy nagyon szép fekvésű, csodálatos dunántúli falu, dombokkal körülvéve, és szüleim itt dolgoztak, édesapám volt a körzeti orvos, édesanyám fogorvos, és a testvéreimmel itt töltöttük el a gyerekkorunkat, elég sok Greenbus közepette. Utána beköltöztünk Szekszárdra. Egyik alkalommal a tanárnénynek az az ötlete támadt, hogy adott nekem papírceruzát. Attól kezdve nem akartam hazamenni. Akkor ültem bent és rajzoltam. Ugye ottani rajztanárom szintén gondolom észrevette ezt, hogy én sokat rajzolok, és ő biztatott, hogy akkor foglalkozzam ezzel. Egy idő után már úgy szüleim is mindenki beletörődött, hogy akkor én a művészeti középiskolában megpróbálok tovább tanulni, ami végül sikerült, úgyhogy így kerültem Budapestre, a Törökpál utcai gimnáziumba, ahol aztán csodálatos 4 évet töltöttem, ahol igazán annak élhettem, ami érdekelt. Minden nap jártunk be az iskolába, ahol grafika szakra jártam, és itt mi a grafika minden ágával, bogával alapszinten megismerkedtünk, a betűrajztól kezdve a litográfia készítés, részkarc készítés, plakátok festése. Valami izgatott, ami a műszaki dolgok és a térbeli dolgok fele irányul, nyitott engem. Így aztán egy nagy elhatározással akkor nagyon-nagyon új szakma fele tájékozottam, az ipari formatervezés. Az akkor, ugye ez a 60-as évek közepén volt, akkor talán 10 évvel előtte kezdődött ennek az oktatása Magyarországon. És akkor elkövetkezett a diploma pillanata, egy telepíthető műhold követő állomásnak a tervét kezdtem el kidolgozni, amit aztán sikeresen megvédtem. 15-20 ember volt körülbelül akkor aktív formatervező, de hát tekintve a magyarországi léptéket, ez majd, hogy nem, hát elég is volt. És egy érdekes területet kezdtünk el a kollégáimmal, a gyerekjátékokat és a játszótereket. És akkor néhány évig tudtunk ezen a területen dolgozni. Megkeresett volt tanszékvezetőm, Németh Aladár, hogy nem volna kedvem a tanításba belépni. Hát ez nekem nagyon meglepett, mert soha nem gondoltam rá. És egy némi habozás után igent mondtam, és tulajdonképpen így kezdődött 1978-79 táján már itt voltam. Részt vettem mind a formatan, mind pedig a tervezés tanításba váltakozva. Utána következett tulajdonképpen a nagy változás az én szakmai életemben, hogy Lengyel István professzor úr hazatért Németországból, és magával hozott remek külföldi németországi ipari kapcsolatokat. Ebből az egyik volt a Mercedes, ami aztán az én sorsomat meghatározta. Lengyel professzor jelenlétével megteremtődött a lehetőség, hogy a Mercedes-Benz dizájnnal együttműködjünk. Tehát az, hogy egy magyar fiú vagy lány arra gondoljon és arra készüljön, ugye a Mercedesnek, vagy a Renault-nak, vagy a bármelyik, vagy a Volvo-nak legyen a tervezője, ezzel ez a kérdés többé nem volt kérdés, hogy világpiac vagy nem világpiac. Mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy most picit menjünk, lapozzunk vissza, hogy nézzük meg, és van ilyen gyűjteményünk, hogy az 50-es években hogy képzelték el a 70-es évek autóit, hát nem olyanok lettek egyáltalán, vagy csak nagyon kis részben. Úgyhogy ez egy érdekes dolog.
ugye az időbe kicsit ide-oda lépkedni.